Te félsz a magasságtól, kisfiam? Csak azért, mert a következő 24 órát itt fogjuk eltölteni egy hegy szélén, 1125 méteren ennél a kis magányos háznál egy óriási szúrdog fele. Ilyen elizolált házat nem hogy az országban, de még egész Európában is nehéz találni. Nincs se víz, se áram, se fűtés benne. Konkrétan csak két pad és egy asztal. A kérdés az, hogy hogyan lehet ide feljutni, és túl lehet-e élni 24 órát ilyen körülmények között. Lezuhanunk, megfagyunk, vagy talán megesz a maci? Itt vagyunk a Békási szoros mellett. Elindulunk a több mint egy órás túrára, hogy felérjünk a kis kabinunkba. Fel is tákoltuk magunkra a cuccokat, utána pedig elindultunk az erdőbe a hegyek felé, ugyanis várt ránk az egy órás túra, amiből később másfél órás lett, mert kétszer eltévedtünk, de ez igazából senkit sem érdekel, ez a mi hülyeségünk. Szeretek túrázni, de ez egy kínzás! Szóval egy körülbelül másfél óra múlva kísértünk a tetőre, ahol gyönyörű látvány fogadott minket. Itt vagyunk, megérkeztünk! Azt a rohadt! Hova építettek házat, te jó ég! Jelenleg majdnem két óra van, mostantól 24 órán keresztül ez lesz az otthon. Nézzük meg, hogy túl lehet élni, mit lehet csinálni, és hogy a vadállatok megesznek-e vagy sem. Mit szólsz, hogy ez lesz az otthonunk? Nagyon-nagyon király. Csak félek, hogy lecsúszik. Na de kezdjük is el. Ezt a kis kabint a tulajnál telefonos hívással foglaltam le, amiután kaptam tőle SMS-be egy kódot, ugyanis keresnünk kell egy széfet valahol elrejtve, ahol elméletileg a házkulcs van benne. Itt kell beírni a kódot a házba, nem mondod. Azaz, kinyílt, van kulcsunk! Yeah! Oh my Jesus! Hallott, gondoltak ránk és hagytak itt konzervkaját nehezebb időkre. Nem tudom, videó mennyire adja át, nem túl tágas, de nagyon, nagyon tetszetős ez a hely. Majd konkrétan a levegőben vagyok. Hogyha elindul a ház, akkor meghal. Meghalás előtt még rengeteg feladatunk van hátra. Az első teendőink közt az volt, hogy megbarátkozzunk a házzal és a cuccainkat bevigyük, és hogy lelkileg felkészüljünk arra, hogy bizony 24 órát itt fogunk tölteni a szikla szélén. Van párna, seprű, papucsom, ott is egy konzerv. Kaptam egy kulcsot, ez vajon volt. Ez már az enyém. Nézd már, vendég, mit keres itt temetőbogár? Ez biztos egy jelzés, hogy mindannyian meg fogunk dögleni. Akarom mondani, itt az idő kajálni, mert rohadtul elfáradtunk a túrázásban. Remélhetőleg ennyi kajával csak kihúzom 24 órát. Nem hoztam evőeszközt, most jövök rá. Szopás. Mit csinálok, mert a kutyák úgy kellene. Megettétek-e a szaros konhajt? Nem ettem meg, még kell legyen! Még kell legyen, ember! Menjünk felfedezni a telepet! Büdös vagy, ember! Megizzadtál! Leesünk! Figyelj, és nem mi gond előtt, ha rosszul vagy... Elhívjuk a 112-t, majd jönnek helikopterrel utánunk egy 10 óra múlva, amire már meg leszünk halva. Mielőtt felfedeznénk teljesen a helyszínt, holott kellett cseréljek, mert felfele konkrétan Niagara lett a hátamból, úgy leizzadtam. Aztán észrevettük, hogy rengeteg fára ki van rakva, hogy teljesen biztonságos a csodálatos szikla. Látod azt a táblát, ugye? Hát le lehet esni. Na nem mondod. Olyannyira biztonságos, hogy életem első önálló drónozása is egész simán ment. Alex, hogy érzed magad? Nagyon félek, nem szoktam miért? Drónozni, most tanulok. Amúgy láttam én durva kilátásokat, de így ilyen perspektívával nagyon, nagyon különleges tényleg. Az a baj, itt elég megcsúszni és a fejemet beütöm, és megtudom. Egyébként, ha jól tudom, ezt az épületet helikopter segítségével hozták fel ide különböző elemekbe. Azt, hogy hogyan rakták pontosan össze, az nekem rejtély. Egyébként a ház nekem laikus szemmel elég masszívnak tűnik. Elég komoly csavarokkal vannak rögzítve a lábai a sziklához. Biztonság kedvéért még acéldróttal is ki van rögzítve két irányból. Jövök le szépen, és itt ezeket kezdem kicsavarni. Szimpatikus ember vagy. Személy szerint nem tudom, milyen anyagú van a külseje, de a szigetelés is elég komolynak tűnik. Mérnökök itt még alatta a helyet ki is használták, és két padot is létrehoztak, hogy lehessen itt dumálni, csillezni, meg gyönyörködni a látványban. Ki van táblázva, hogy nem szabad tüzet rakni, akkor feljöttük, akkor látjuk meg, hogy itt egyébként egy tűzhely van. Mi is szeretnénk, de nem fogunk, mert betartsuk a szabályokat. Mert ha nem, megbüntetnek. Ott írja, hogy jönnek oszta, stexeket le kell tenni. Ha valaki nem viselkedik... Beszóltál? Elég a díszelenkedésből, itt az idő megnézni a hátsó kertet, azaz az erdő mély bugyrait, na meg az erkély sem maradhat ki, azaz a szikla széle. Wow, azt a keresztet nagyon durván lehet. Én ide kiülök. Te oda kiül! Hát vagy 80 ezer kilométer zuhan. De nem zuhanok, hogyha csak kiülök. Esküszöm, szerintem videón nem adja annyira át, de nem gondoltam volna, hogy ez a kis ház ennyire gyönyörű tájra néz rá, meg hogy ennyire szédítő lesz az egész élmény. Ne esetek félre, nagyon örventem, hogy ide kijöttünk, de azért nem gyermekjáték itt járkálni a szikla szélén. Szóval, ha ti is ilyen helyre jártok, csak felelősség tudatosan csináljátok. Még akkor is, ha extrém fotókat akartok készíteni. Kicsit a térdeim kezdik feladni a szolgálatot, de reméljük nem törik el a videó végéig.
Ezután Lelő csatornájára is felvettünk egy rövid kis videót. Persze csak azért, hogy legyen miből a renderek is éljenek. Viccet félretéve, ha majd lesz kedvetek, csekkoljátok le azt is. Megéheztem kicsikét, úgyhogy nassolás time, egy kicsi proteinbár, egy kicsi banán és egy kis mandula van a láthatáron. Ezeket fogjuk begyúrni. Alig vártad, hogy ennyi. Ezen a ponton már egészen jól megbarátkoztunk a helyszínnel. Kicsit tartottam azért a gondolattól, hogy az éjszaka folyamán valami vadállat erre fog járni, vagy amit a jobban féltünk, hogy meg fogunk-e fagyni, mennyire szigetel a ház, mennyire fog leesni a hőmérséklet egyáltalán. Húzd vissza, ember, meg akarsz ölni minket? Egész nap rohadt a lábom a cipőt. Házi, húzd vissza, ember, hát halálos gázokat adszit ki. Ezzel a két hülyével fogok aludni a sejtszik. Ráadásul, amint a videó elején is mondta, nincsen se víz, se áram, se fűtés vezetve ebbe a kis házikóba. Előre féltem, hogy milyen lesz aludni egy darab deszkán, ahol még a bokám is lelóg. Ez a ház 1125 méteren van. Hát én pedig a szikla szélén fekszem. Következő taszkunk egy kis takarítás volt, készülődtünk az éjszakára, de főleg lelkileg. Nézd az ágyam! Izolír! Hárna! Hálózsák! Mi kell ennél több? Te amúgy ezekkel éled túl az éjszaka? Igen, ezeket fogom használni arra, hogy elbódítson és mámorba tegyem. Szépen lassan egy gyönyörű nap lementébe volt részünk. Kezdett besötétedni, a hőmérséklet is csökkent, és innen egy kicsit érdekesebbre fognak fordulni a dolgunkban. Hoztam én ilyen lapra szeret lazacot, croissantot, áfonyát, kenyeret, üdítővel is tele vagyunk, meg minden kacattal. Nézzetek, ki van világítva az egészre. Egyelően nincs hideg, legalábbis én nem fázom. Igen, itt elég okosnak éreztem magam, és alábecsültem a hőmérsékletet. Jegyezzétek meg ezt, mert a későbbiekben egyáltalán nem leszek ilyen boldog. Gyors bedobtuk ezt a finom vacsorát, és utána azt terveztük, hogy az éjszaka kellős közepén kimenjünk egy kicsit felfedezni az erdő mélyére. Igen, ez teljesen normális ötlet. Mi is úgy gondoljuk. Jó, mi ez a lámpa? Hallod, nagy lámpa? Lábad felkelts! Mi ez a lámpa? Jó. Az összes medve fel fog kelni, ha rájuk világít. Ó, esküszöm, de egy horrorjáték, úgy néz ki itt minden most. Hogy tetszem? Nagyon szép meg. Azt a égetett ki a retinám! Jó szorakoztunk meg minden, de egyszer csak a semmiből egy ilyen roppanó vagy recsegő hangot meghallottam, és hát egy kicsit megfagyott a vér bennünk. Hallod? Na jól van, ezek után inkább megkerestük a házat, visszamentünk oda és készültünk az alvásra, mert hullafáradtnak éreztük magunkat. Azt, amilyen kolbász szag van itt! De a videóban éreznék szagot, de nem én hoztam be a dög szagot! Bezzek, ti aludtok valami matracon, de én konkrétan a deszkán kellom, ez csak is a te problémád. Szerintem találkozunk reggel, megpróbálunk aludni ezen a deszkán. Nagyja, úristen, azért nem gondoltam volna, hogy ennyire látszani fog, hogy mennyire szarul aludtam. Nem elég, hogy félig megfagytam, de én rájöttem, hogy deszkán nem tudok aludni, konkrétan óránként felkeltem, hogy valamim elzsibbadt, összetörött vagy szétnyomódott. Ezzel Előd és Klemi úgy aludtak, mint a bunda kb. Úgy horkoltak, mint egy anyahajó. Szép jó reggelt. Jelenleg reggel 6 óra van, ami azt jelenti, hogy még 8 óra van hátra a kihívásból. Hőmérsékletet azt nagyon alábecsültem, konkrétan reszketek. Mi van velem, te jó ég? Hú, de hideg. Aludni már úgyse tudtam, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a gyönyörű napfelkeltét megnézném egy kis szép drónozással. Próbáltam mozogni, meg nem hagyni. Szépen lassan eltelt még 2 óra, és ezek még mindig aludtak úgy, mint a bunda. Egyszerűen nem hittem el. Hasatokra süt a nap, hát már 2 órán ezért felhaltam kevén. Kejj, fete! Hány óra? 8 óra. Jaj, én már 6-kor fel voltam, keves napfelkeltét néztem. Hát igen, vagy. Hadd mutassam be nektek a fürdőszobát. Itt van a piszoár, ott van a szaroda, ez itt a kagyló, ahol meg lehet mosakodni és fogat mosni. Ez a fürdőszoba, te jó ég, hát el se hiszem. Na jó, én inkább elhúztam reggelizni. Félig megevett csokis kifli, banáne, csokis szele, félig megevett sonka, otthonról elkészített zab, ami elég durván néz. Voltam a hülyes, nem hoztam evőeszköz, de ezzel ki lehet piszkálni, nem? Felkelésembe? Hát mit csináltok már annyit? Mikor csinálni kezdtünk? Így van, jól látjátok, elhoztam egy peonzát. Ezt a gyerekkori játékot pontosan az ilyen időkre szántam itt a kabinnál, amikor úgy éreztük, hogy már nincs nagyon mit tenni, csak ki kell bírni ezt a kihívást, úgyhogy megvillogtattam a profi peonza skilljeimet. Wow! Be is van adva, oh mi van? My god! Többiek is gyors bedobtak valami reggelit, mire akkora szélfúvások lettek hirtelen a semmiből, hogy rendesen azt néztük, hogy a házat fújja a szél, vagy valamelyik fát törik ki. Lehet kicsit túlzok, de olyan hirtelen jött az egész, hogy tényleg rendesen meglepődtünk. Hideg van, egyre hidegebb van. Hamarosan itt voltak az utcsó órák, egy
óriási vihar is közelgett felénk, és tényleg már nem tudtuk egyszerűen mit csinálni, mert úgy éreztük, hogy kimaxoltuk ezt a helyet. Emellett el kellett intézzük a természetbe a dolgunkat is, de hát azt nem videóztuk le, vagy le kellett volna? Na mindegy. Újra szétnéztünk egy másik részébe az erdőnek is, találtunk ott is eszméletlen tájakat, csak az volt a gond, hogy a szélfúvás egyre jobban csak erősödött, úgyhogy visszamentünk a kabinba, kajáltunk egyet, és hát Clemi és előtt úgy éreztem, hogy bekezdtek golyózni. Jó, nézd meg, ver engem. Téged ver az... Ezek verekednek itt emberesen, itt túlélni próbálok. Én túlélem, próbálom túlélni vele. És akkor elérkezett az utolsó egy óra. Itt már jófamán sem érdemleges nem tudtuk csinálni, mert kezdtünk egymás agyára menni, úgyhogy szépen lassan nekiálltunk pakolni, takarítani, és egy kis adományt hagyni azoknak, akik felépítették ezt a gyönyörű házat. Donételjünk egyet, egy estére megér ennyi pénzt. Elbúcsúztunk a háztól, bezártam az ajtót, és csak vártuk a pillanatot, hogy a 24 óra teljesedjen be. Átlátott! Hurrá! Yeah, megvolt! Elmondhatjuk, hogy végre itt aludtunk Románia egyik legmagányosabb házában, a Szikla szélén. Túléltünk 24 órát ezen a területen. Itt most előttfején megjelent egy újabb videó, erre is kattintsatok rá, ha esetleg úgy gondoljátok, hogy tetszetős lehet. Ez is jó videó volt, de talán ez még jobb lesz. Végre leugorhatok innen, már úgy untam ezt az egészet!